A hétfői véradásoknál sokan nem tudnak munkájuk miatt jelen lenni, így az ünnepek utáni időpont talán kedvezőbb lett volna ilyen szempontból. Ez az utolsó véradás sajnos nem hozott most ilyen magasabb létszámot. 34-en jöttünk össze a végére, úgyhogy kicsit ez gyengébb volt, mint ahogy várni szokott, ahogy szokott ez lenni két ünnep között, mert ugye sokan eljönnek olyanok, akik évközben nem tudják megtenni. Tehát, de azért így is 85%-os volt a megjelenési arány, úgyhogy elégedettek vagyunk, és főleg annak tükrében, hogy azért az előző véradások is jól sikerültek. A megszokott véradó napok mellett rendszeres időközönként szerveznek különleges véradásokat is. Tavaly a leglátogatottabb a retro véradás volt. A dominózus retro véradásunk az kimagaslóan, nagyon szép teljesítmény volt az előző évekhez képest, tehát akkora sikere volt, mondhatjuk, mint a legelső ilyen szervezés, ami 81 néhány fővel történt a megjelenés, most pedig 68 fő vértunk volt, úgyhogy aki nem tudott több időt rászánni, és tényleg el kellett menni, mert időről az meg sem tudta várni, tehát még ez lett volna több is, hogyha azok is ott maradnak. Szerencsére egyre többen döntenek úgy, hogy véradóvá válnak, vagy hosszabb kihagyás után nyújtják újra a kezüket. Akár egy-egy kihelyezett véradásnál is. Évről évre találkozunk olyan fölkéréssel, jelentkeznek olyan munkahelyek, vagy közösségek, akik valami oknál fogva átérzik azt, hogy mekkora súlya van ennek, és milyen jelentősége magának a véradásnak, és bizonyosak a felől, hogy így közösségen vagy munkahelyen belül talán könnyebben rá tudja magát szállni az is, aki esetleg félelemmel tudna csak megjelenni. Úgyhogy igen, ebben az évben is a rendőrséget köszönhettük ismét a munkahelyi véradók között. A Bajai Vérellátó Szolgálat 2018-ban is a megszokott ütemterv szerint várja a rendszeres véradókat Kalocsán és a környező településeken.